Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Ezekben a nehéz időkben, amikor úgymond a kinti világban dúlnak az indulatok, akkor nagyon időszerű áttekinteni önmagunk életét, az élethez való viszonyunkat, és rögtön azzal kezdeném, mint egy a címre válaszul, hogy nem jár. Semmi nem jár. Az életet és benne mindent, tel is tele mindennel, ami van az életünkben, a tapasztalások, az átélések, a testünk, a lélegzetvételünk, és minden ajándék. Mindent kaptunk. Első pillanattól kezdve mindent, úgy, ahogy van. Természetesen feltehetjük a kérdést, és kitől kaptuk. Valójában mindannyian Isten részei vagyunk. Tehát az isteni önmagunktól, amire mondhatjuk azt is, hogy az előző tapasztalások ötvözete, amit egyébként az indiaiak karmának neveznek, az adja az alapot ahhoz, hogy hogy állítjuk össze nem a jelenlegi tudatos eszünkkel, hanem az isteni lényünkkel, hogy állítjuk össze az úgynevezett sorstervünket, amelybe beleszületünk azzal a testi adottsággal, felépítéssel és minden egyébbel, amivel most itt rendelkezünk. De ezt mind kaptuk. Átvitt értelemben a előző életek eredményeképpen most ez a fejlődési fázis jár nekünk. Nekünk az jár, igen, a fejlődési fázis az jár nekünk, de egyébként semmi más nem jár nekünk, mert minden úgy, ahogy van ajándék. Igazában véve az életünk egy elképesztő hányattatás két oldal között. Az úgynevezett negatívnak ítélt oldal és a pozitívnak ítélt oldal között. Amikor eluralja a lelkünket, az érzéseinket, a derű, amikor mosoly van az arcunkon, amikor öröm van a szemünkben, és például itt ennek a tavaszi helyzetnek, a virágoknak, az illatoknak, a megújulásnak örülünk, és esetleg hála járja át a szívünket, ezt pillanatok alatt tönkre teheti egy rossz gondolat, és aztán lekonyulunk, mint a bilifüle, ahogy szokták mondani, és az a helyzet, hogy e között a két véglet között ingadozunk. Minden, ami a szomorúsággal, minden, ami a bosszúval, a düvel, az indulattal, és minden egyéb negatív energiával kapcsolódik, az valójában, ugye minden energia, hát ezt ugye nem is kell, tehát kezdetben van a lélegzet. Miért is szívjuk be az oxigénben dús levegőt? Mert a szervezetünk az oxigén jelenlétében éget. Tehát ez a tűz és a levegő összhangja, energia.
Ez maga az tiszta energia. Igen, de az érzéseinket és a gondolatainkat, tehát miért gondoljuk, hogy a sejtek, az egyes testi sejtjeink függetlenek attól a gondolati energiától, ami a fejünkben van. Tehát minden, ami itt van, azt átadjuk a sejtjeinknek. Amikor, hát azt hiszem lassan most már 4 éve, hogy dühös voltam a nejemre, mert rám szólt, és utána eltörtem a lábam. Gyönyörű tapasztalás volt arra nézve, tudom én ezeket, de olykor-olykor én is úgymond belesüllyedek azokba a régi szokásokba, amiket láttam a szüleimtől, a nagyszüleimtől, más emberektől. Borzasztó nehéz ezen az úgynevezett új úton járni, hogy átéljem a mosoly, a hála, a vidámság érzését, hogy lelkendezzen a szó szerint a lelkem és a szívem azért, hogy mennyire csodálatos az élet. Az egészet ott kell kezdeni, hogy ajándék az élet. Úgy, ahogy van. Egy ajándékot kaptam. És ez a test, ha megvannak a ujjaim, a kezem, a lábam, a fülem, a hallásra, a szemem, a látásra, akkor valójában már ezért hálás lehetek. Hálás lehetek, hogy a testem az nem hiányos. Hálás lehetek azon, hogy minden, ami most a rendelkezésemre áll, hogy az most a rendelkezésemre áll. Az elégedetlenség negatív energia, pusztítja a testemet. Az elégedettség, az elfogadás, a dolgok fölötti derű, az emeli a lelkünket, emeli az egészségünket. Pozitív energia, és igazában véve ragadós energia is, mert hogyha mindenféle emberi interakcióban a mosollyal és a derűvel viszonyulunk egymáshoz, az feltölt, tehát az a gyönyörűséges, hogy nem mindegy, hogy milyen labdát dobok a másiknak. Ha a vidámság labdáját dobom, akkor az kezd el köztünk úgymond jojózni. Ha a szomorúság, az elégedetlenség, az ítélkezés, a másikkal kapcsolatos irítség, féltékenység, tehát mindenféle negatív formula, az újabb negatív formulákat indít el. Mit mond erre a magyar közmondás? Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát, hogyan szóljon az adjon Isten, amikor reggel kinyitjuk a szemünket? Ó Istenem, de csodálatos ez a világ. Köszönöm, hogy kaptam még egy napot a tapasztalásra. Köszönöm, hogy kaptam még egy lehetőséget, hogy ma is átéljem azt a csodát, amit életnek nevezünk. Köszönöm,
hogy van mellettem egy ember, egy férfi, egy nő, köszönöm a mosolyát, az illatát, köszönöm a szeme sugarát, köszönöm, hogy felrakta a kávét, köszönöm, hogy figyelt rám, köszönöm, hogy folyik a víz a csapból, köszönöm a hajlékomat, köszönöm az ágyamat, köszönöm a kényelmemet. Valójában mostanában gyakran vagyok úgy, hogy szinte állandóan letérdelnék, és hálát zengenék a magasságos erőknek, mert minden olyan csodálatos. Önök is azok, drága kedves nézők, áldja meg önöket a Jóisten. Viszontlátásra.